A határig érhet az autópálya. Újabb 23 kilométeres szakasz épülhet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Megtartották saját dolgozóikat, mintegy harmadára csökkent a termelés az elmúlt hónapokban az Eisman nyíregyházi gyár egységében. Jelentős visszaesés az új autók értékesítése az egyharmadára esett vissza Magyarországon. Az elmúlt 24 órában 28-an nőtt Magyarországon a koronavírussal fertőzött betegek száma. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A területi megosztást tekintve Budapest, Pest megye és Fejér megye számít a leginkább fertőzött területnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 47 fertőzöttet tartanak nyilván. A mai napon Magyarországon a járvány kezdete óta mindösszesen 3341 fő új koronavírusos igazolt fertőzöttet tartunk nyilván. Az elmúlt napon ez a szám 28-al emelkedett, ez már egy rendkívül mérsékelt adat, annak ellenére, hogy sajnos az elhunytak száma 5 fővel nőtt. Így mindösszesen 430 főt tartunk nyilván, aki a koronavírusos megbetegedéssel összefüggésben hunyt el Magyarországon. Így az összes aktív fertőzöttek száma a mai napon 1809 fő. Ezek közül, az aktív fertőzöttek közül még mindig a 60% Budapest, illetve Pest megyéből származik, illetve az elhunytaknak is 79%-a ezen a területen tartjuk nyilván. Örvendetes az, hogy 1102 főt tartunk nyilván, akik meggyógyultak a betegségből, laboratóriumilag igazoltan negatívak, illetve a 14 napos karantén alatt, ameddig ők izoláltak voltak a környezetüktől, nem mutattak tüneteket, tehát gyógyultá minősítették őket. Azok az adatok, amelyek a mai napon rendelkezésünkre állnak, arányaiban hasonlóak az elmúlt napokéhoz, viszont mértékükben csökkenőben vannak minden tekintetben az összes adatunk gyakorlatilag, kivéve az igazolt fertőzöttek száma. Ott is viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a növekedés az jelentősen visszaszorult, tehát mindösszesen 28 fő volt az elmúlt napon. Ezek a járványügyi adatok mind kedvezőek, és kedvező az a tény is, hogy a magyar egyetemek által vizsgált reprezentatív vizsgálat, szűrővizsgálat adatai is nagyon kedvező képet mutatnak. Újabb autópálya szakasz épülhet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Budapestről induló M3-as stráda jelenleg Vásárosnamény előtt véget ér, és becsatlakozik a 41-es számú főútba. Ezt hosszabbítanák meg úgy, hogy a fővárosból egészen a határig lehessen gyorsforgalmi úton közlekedni. Hamarosan a magyar-ukrán határig érhet az autópálya. Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent felhívás szerint a nyertes vállalkozónak 2x2 forgalmi sávos autóutat kell megterveznie, amely a hiányzó 23 kilométeres szakasszal egészen a határig vezetné a Budapestről induló M3-as autópályát, ezzel pedig a határon túli magyarság helyzetét, valamint az összetartozást is erősíteni lehetne. Ez egy ilyen nagyon komoly lépés Szabolcs-Szatmár-Bereg megye életében, hiszen hogyha csak a közlekedési feltételeket nézzük, akkor is már egy jelentős lépés, hiszen biztonságosabbá válik a közlekedés, és valóban egy olyan útszakaszra bővül a megye úthálózata is, amely ezen feltételek mellett azért természetesen számos gazdaságélénkítő hatással is erősíti a megye közösségét. A stratégiai programunkban megfogalmaztunk egy olyan célt, amikor terveztük a megye gazdaságfejlesztését, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy olyan megye legyen, ahol jó élni, de ahová jó visszatérni is. Tehát az autópályafejlesztés is pontosan ezt a célt szolgálja. Hogyha az előnyöket nézzük, akkor természetesen a legkézenfekvőbb ugye a megközelíthetőség javulása, de emellett a fejlesztés
pontosan azt a részét érinti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, amelynek az erősítése kiemelt szerepet kapott a területfejlesztési programunkban. Ebben a programban az élhető vidék és a felzárkózó külső perifériák egyik célterülete pontosan a Szatmár-Bereg. Így az autópálya fejlesztése a megye gazdasági és turisztikai életében is komoly erősödést hozhat, tette hozzá az alelnök, melyről Filip Sándor Vásárosnamény polgármestere elmondta, sok változást hozhat a település számára. Vásárosnamény a Bereg szíve nagyon sokat köszönhet annak, hogy az elmúlt időszakban most már 3-4-et tekinthetünk vissza az M3-as autópálya idejét hozzánk a város határába, hiszen 4-5 kilométert kell haladnunk és beérünk a városban. Ezután pedig ugye megnyílik a tér, hiszen a Bereg és a Szatmár ezáltal még gyorsabban elérhető vált ezen fejlesztés kapcsán. Tudtuk azt, hogy ez egyfajta lehetőség, ugyanakkor nagyon komoly felelősség is számunkra, hiszen generálni fog és generált is az autópálya jelenléte olyan gazdasági folyamatokat és turisztikai előrelépéseket, amelyekre valamilyen szinten azért számítottunk. Ugyanakkor, ha a gazdaságot nézem, az autópálya meghatározó, de tekintsünk egy másik irányra is, hogy a turisztikai vonal is meg kell, hogy erősödjen, hiszen ez az ágazat most teljesen leállt ebben az időszakban, és tudjuk azt, hogy Vásárosnemény a Beregszíve meghatározó szerepet tölt be a megyei turisztikai életben is, hiszen 4 folyó van közigazgatási határainkon belül, és ez is egy olyan lehetőség, amelyel élünk és nem visszaélnünk kell. A polgármester hozzátette, az autópálya a 3 határ közelsége miatt is fontos, azzal ugyanis a közösségek életében is jelentkezik változás. A határon túli magyarság helyzetét és a nemzeti összetartozást is erősítik majd a beruházás adta lehetőségek. Mintegy 1/3-ra csökkent a termelés az elmúlt hónapokban az Eisman nyíregyházi gyár egységében. A cég reményei szerint fokozatosan visszáll majd a megrendelések száma, és ezzel együtt a bevétel mértéke. A saját állományhoz tartozó dolgozókat mind megtartották, a külsős munkaerő számát viszont jelentősen mérsékelték. Tavaly szeptemberben még az új gyártósorokat telepítették, és a frissen beszerzett gépeket állították be az Eisman nyíregyházi gyárának új csarnokában. Az ősztől kora tavaszig eltelt időszakban próbaüzem keretében az új eszközöket sikeresen tesztelték. A március közepén készült felvételeken pedig jól látszik, hogy a gyártás fő tevékenységként a fröccsöntés ekkor már javában zajlott az új egységben. A hazánkba is berobbanó koronavírus járvány azonban sok más üzemhez hasonlóan itt is keresztül húzta a számításokat, jelentősen visszaesett a termelés. A bővítés során létrejött kapacitás kihasználatlansága minimális plusz terhet jelentett a cég számára. A fő kiesés azonban nem ennek köszönhető. Úgy számolnak, áprilishoz hasonlóan májusi forgalmuk is 30%-ra esik vissza. A június már a szokott árbevétel felét hozhatja, miután megrendelőiknél is lassan visszatér az élet a normális kerékvágásba. Ugye a mi fővevőink azok az európai autógyárak, Audi, Mercedes, BMW. Kevés vevőnk van Angliában, illetve néhány kínai meg mexikói vevőnk van. Úgyhogy a július azt nem látjuk még, hogy milyen visszaesés várható, illetve nagyon nagy várakozással várjuk azt, hogy hogy sikerül visszaindulni az autógyáraknak. Ugye mindegyik egy kicsit óvatosan teszi ezt egy műszakkal, aztán 2 és 3 a tervekbe, de ugye ez szerint sikerül, abba bízunk. Mivel az Eismannál csak autóalkatrészeket gyártanak, a nagy gyárak leállásával egyik termékükre sem volt igény az elmúlt időszakban. Az alapforgalmat a mexikói megrendelések adták, illetve már a víruson korábban átesett Kínából is érkeztek megrendelések. Mint az ügyvezető elmondta, a BMW debreceni termelés elindításának késése őket nem érinti, mivel onnan még nem jött megkeresés. Az elmúlt hónapokban egyébként több eszközhöz nyúltak, hogy megtartsák dolgozóikat. Áprilisban ott volt több üzemünknél teljes leállás volt, először szabadságra küldtük a dolgozókat, aztán mikor az már időarányosan elfogyott, utána állásidőre, amikor 100%-os bért fizettünk, illetve most múlt hét óta ezen a rövidített munkaidős vagy magyar kurzarbeitos programon, pályázaton, támogatáson is elindultunk, amit nagy reményeim szerint meg is fogunk kapni, az most itt a napokban dől el, de egészen biztos vagyok benne, és azt jelenti, hogy 3 hónapig rövidített munkaidővel fogunk dolgozni.
Home office formában a tervezők és az adminisztratív feladatokat ellátó alkalmazottak tudnak csak dolgozni. Létszám tekintetében a saját állományhoz tartozó dolgozókat megtartották, a kölcsönzött munkaerő terén ugyanakkor 110 dolgozóval fel kellett bontaniuk a szerződést, ami a 940 fős állomány nagyjából 15%-át jelentette. Az ügyvezető megjegyezte, az érintettek munkájára újra szükség lehet a helyzet visszarendeződése után. Az első negyed évben még nem lehetett érezni a koronavírus járvány hatását. Folyamatos volt az új autók megrendelése és átadása is az egyik nyíregyházi szalonban. Jelenleg a visszaesést 70%-ra becsülik országszerte, amire a korlátozások feloldása pozitív hatással lehet. Így év végére rendeződhet a gyártói kapacitás, és a vevők is visszatérhetnek. Egymás mellett álltak az új autók, és a vevők is gyakrabban betértek a nyíregyházi autószalonokba a koronavírus járványt megelőzően. Az elmúlt egy hét a korlátozások feloldása már hozott változást az új autók értékesítésében, azonban a piac rendeződéséhez még sok időre van szükség. Ja, a első negyed év az még a piacon tulajdonképpen a szokásos mederben folyt. Nem lehetett észrevenni az első negyed évben, hogy már jelei voltak ennek a járványnak. A megrendelt autók és azoknak az átadása az folyamatosan ment az első negyed évben, áprilisban is. Körülbelül április elejétől lehet érezni azt, hogy nagyon visszaesett a gépjármű értékesítés szinte minden márkánál, minden modellnél. Hát ennek ugye az okát nem kell magyarázni. Jelenleg ilyen 20-25%-on megy a gépjármű értékesítés Magyarországon, esetleg 30%-on. Most az elmúlt napokban, nyilván a korlátozások feloldása miatt is, azt lehet tapasztalni, hogy növekszik a lidek száma, tehát több a bejelentkező személyesen is, telefonon is, e-maileken is, tehát most elindult egy kedvezőbb tendencia. Csősz Ferenc hozzátette, jelenleg az első negyedéves forgalom 50-60%-át szeretnék elérni az értékesítések számát tekintve, ehhez azonban a vevői bizalom visszarendeződésére van szükség, a járványhelyzet pedig a gyártási kapacitásra is hatással lehet még a későbbiekben. Több márkánál az jellemző, hogy nincs elég gyártási kapacitás, vannak azonban márkák, ahol túlkínálat van, mert felhalmozódtak a készletek. Nem lehet egyöntetően azt mondani, hogy kevés a gyártási kapacitás, vagy felesleg van. Összetett a kép. Én azt gondolom, hogy általánosabban inkább azt lehet mondani, hogy a gyártás kapacitás hiánya miatt inkább kevesebb az autó. A VLTP, a CO2 kibocsátás miatt is gépjárműek gyártásában változások voltak, tehát nem csak a járvány miatt és a gyárak állása miatt van ez a probléma, hanem a CO2 kibocsátása miatt a gyáraknak ugye át kellett állni. Közben érte a gyárakat ez a leállás is. Összefoglalva én azt gondolom, hogy inkább jelenleg hiány van a piacon, egyes márkáknál viszont vannak feleslegek. Csősz Ferenc hozzátette, előre láthatóan a következő 3 hónapban tud majd visszarendeződni a gyártás, és év végére a negyedik negyedévre érhetik el azt a szintet, hogy teljes egészében ki tudják elégíteni a vevői igényeket. A szerdai után pénteken újabb áremelés érkezik a hazai töltőállomásokra. A 95-ös átlagára 8-ak gázolai 3 forinttal nő. Előbbi literje így 319-320, utóbbi 332-333 forinton lesz kapható. Szerdán egyébként hasonló mértékben 8, illetve 4 forinttal kúsztak feljebb az árak a kutakon. A koronavírus járvány enyhülésével nyitnak a gazdaságok, nő az üzemanyagfogyasztás, továbbá a visszafogott termelés is felfelé tolja az árakat, sorolja a drágulás okai cikkében az autónavigátor, hozzátéve, hogy a továbbiakban is emelésre számíthatunk. Hazánkban a május elejé mélypont óta 21 forinttal drágult a benzin, 8 forinttal pedig a dízel. Továbbra is főként az autópályák mentén kell magasabb literárakra számítani. A munkavállalók megtartása a vásárosnaményi vállalkozások számára is nehézséget jelentett az elmúlt 2 hónapban. A város polgármestere televíziónak elmondta, az önkormányzat többek között a közmunkaprogram bővítésével próbál segíteni a munkájukat elvesztő embereken. Vásárosnamény jól halad fejlesztéseivel ezekben a hetekben is, a város vezetése számára pedig a turizmus újraélesztése a legfőbb feladat. Jelentős kihívásokkal kellett szembenézni a Vásárosnamény önkormányzatának az elmúlt hónapokban.
Mint azt a várospolgármesterétől, Filip Sándortól megtudtuk, az átalakított intézményrendszer jól vizsgázott, ennek köszönhetően pedig a legfőbb szolgáltatások elérhetőek voltak a lakosság számára a legkritikusabb időszakban is. Filip Sándor hozzátette, a város vezetése igyekszik a lehető legtöbb embernek munkát adni, egyes helyi vállalkozások számára ugyanis nehézséget okoz a dolgozók megtartása. 530 közfoglalkoztatottunk volt valamikor, 4-5 évvel ezelőtt, ez a létszám 180-ra csökkent. Most úgy látjuk, hogy valamelyest ez az óló ismét nyílni fog, de azon vagyunk, hogy aki dolgozni akar, annak tudjunk lehetőséget biztosítani. Ugyanakkor azt is el kell mondjam, hogy nem állt le az élet. Vásárosnaimban a beruházásaink, topos fejlesztéseink, dinopos fejlesztéseink mind jó úton haladnak, sőt, amiket elkezdtünk önerőből, parkoló kialakítását és egyéb repülésrendezési elképzeléseinket, ugye Tiszaparton, mint a város különböző pontjain, ezeket mindig megvalósítjuk, erősítjük a Szilva wellness és termálfürdőt, és hiszen látjuk azt, hogy a turizmus lesz az első olyan pont, amelyben el kell mozdulni, hiszen vásárosnemény a Bereg Szíve egy dologra törekedhet most, ami nem más, mint nagybetűkkel írva a biztonság és az üzemeltetés, biztonságossá tenni vásárosnemény a Bereget, és ezáltal minden ide érkezőnek garantálni azt, hogy ha lehetőségei engedik, elindul újra az élet, akkor a szabályokat szigorúan betartva próbáljuk megérhetővé tenni a mindennapjainkat. A felmerülő akadályok miatt vásárosnemény vezetésének mindenképpen más irányt kellett venni, mint azt előre meghatározták, ám a fejlesztések jó ütemben haladnak ezekben a hetekben is. Filip Sándor hozzátette, a helyi turizmus nagy károkat szenvedett el, így az önkormányzat is igyekszik segíteni a vendéglátóegységek működését. Most a legsősebb helyzetben a Walt Berlin ruhagyár, a mostani ARI ruhagyár van, amely nagyon komoly fejlesztés előtt állt, ez most megtorpanni látszott, de hiszem azt, hogy ez a folyamat is újra gondolásra kell, és újra mehet majd ott egy 550 fő foglalkoztatása sérült olyan mértékben, mint egy 300 fő tud jelenleg is még maszkokat gyártani. Nyilván én szorítok azért a 250 emberért is, akik jelenleg kényszer pihenőt jelenek, és a gyár vezetése pedig azon munkálkodik, hogy kormányzati segítséggel újra tudják indulni. Itt a helyi mikro, kis és középvállalkozások helyzete igen nehézé vált. De azt is látjuk, hogy a meglévő beruházásokat, és ezt örömmel tapasztalom, amikor a várost járom is napi kapcsolatba kerülök a vállalkozóinkkal, hogy a fejlesztéseket mindenki optimistán kezeli, még egy picit meg is torpant ez egy-két hónapra, ez a folyamat már a múlt héten újra gondolásra került, és látom azt, hogy telephelyfejlesztések és bővítések elindulnak. Mint azt megtudtuk, vásárosnemény és lakossága ezekben a napokban éppen ünnepelt volna, most lenne ugyanis esedékes a beregi ünnepi hét. Filip Sándor ezzel kapcsolatban elárulta, már folynak az egyeztetések Beregszász vezetésével arról, hogy az év későbbi időszakában hol és milyen formában lesz megtartható a rendezvény. Köszöntöm a kedves nézőket! A megye területén mai nap folyamán csapadékos időjárással kapcsolatosan különösebb felakadás nem volt. Viszont több közúti közlekedési baleset is történt, nem csak ma, hanem az elmúlt 24 órában. Elsőnek említésre méltó az a baleset, ami a 4-es számú főútvonal Nyíregyháza átvezető szakaszán történt tegnap délután, a László utca Szegfú utcánál, és ebben a nagyforgalmú főútvonal útkereszteződésben nem az első közúti közlekedési baleset ebben az évben. A két gépjármű ütközésének kapcsán két személy sérült meg, akiket a mentők ellátást követően szállítottak kórházba, és a rendőrség több forgalmi sávot lezárt a főútvonalon a helyszínelés idejére. Viszont a jelzőlámpa egyik oszlopa megsérült a balesettel kapcsolatosan, ennek a cseréjét mai nap folyamán kezdték meg a szakemberek, és ebből adódóan a nagyforgalmi főútvonal kereszteződésben villogott egész nap a jelzőlámpa, és ilyen esetben a közúti közlekedés rendjének megfelelően a kereszttáblákat kell figyelembe venni. És a megyeszékhelyen, illetve a megye területén több helyen mai nap folyamán ellenőrizte a rendőrség a kijelölt gyalogátkelő helyeknél, hogy mennyire tartják be a járművezetők a szabályokat, hogy biztosítanak elsőbséget a gyalogátkelő helyen. Mindig felhívjuk figyelmüket, hogy fékészenlét állapotban közelítsék meg az kereszteződéseket, illetve a gyalogátkelő helyeket, és az utóbbinak az ellenőrzése ma több helyen is a megyeszékhelyen folyamatban volt a rendőrség részéről. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra! A második helyen állva fejezte be a Csonka idényt a megyei első osztályban a Nyírgyulai futballcsapat. A Lukács Tibor által irányított együttes vállalná az MB3-as indulást. Az ehhez szükséges licencet megkérte az egyesület vezetése.
Az elmúlt években rendre komoly célokkal vágott neki a bajnokságnak a nyírgyulai együttes. Nem volt ez másként a legutóbbi idény kezdetén sem, a bajnokság fél idejében egy ponttal megelőzve a nagyhalászt, a tabella élén állt Lukács Tibor együttese. A félbeszakadt tavaszi szezonban 3 győzelem és 1 vereség volt a gyulaiak mérlege, viszont az elveszített 3.1-ben az első hely elvesztését is jelentette. Végül 14 győzelemmel, 1 döntetlennel és 4 vereséggel a második helyen fejezte be a 2019-2020-as idényt a nyírgyulai KSE. Mindenféleképpen a dobogót céloztuk meg. Az őszünk jól is sikerült, hiszen első helyen fordultunk. A célunkat én úgy gondolom, hogy sikerült elérni az őszi szezonban. A tavaszi felkészülésünk én azt gondolom, hogy teljesen jól sikerült. Sajnos 4 mérkőzést tudtunk csak lejátszani, míg beszüntették a bajnokságot. És sajnos a második mérkőzésen vissza a kanyáron egy irreális talajú pályán vereséget szenvedtünk, és ezáltal az első helyet is elbuktuk. Csalódottak voltunk mindenféleképpen, mert szerettük volna befejezni a bajnokságot, szerettünk volna a bajnoki címet szerezni, tehát így egy kicsit keserű a szánk íze, hiszen el is közben jött meg az étvágy, a bajnokság előtt a dobogót céloztuk meg, de most így utólag azt mondom, hogy teljes mértékben a bajnoki címet szerettük volna megszerezni, így csalódottak vagyunk. A megyei első osztályban a bajnokság lezárásakor élen álló nagyhalász jogosult lenne az NB3-as szereplésre, azonban az egyesület nem kért magasabb osztályra jogosító licenszet. A nyírgyulai viszont vállalná a harmadosztályú indulást. Az elnökség úgy döntött, hogy vállalnánk az NB3-at, azért is adtuk be a licenszet. Sajnos kevés esélyünk maradt, hiszen nagyon sok csapat, akik másikén végeztek a bajnokságban, azoknak is van licenszük. Így abban az esetben, hogy ha talán arról van szó, hogy emelik a NB3-as létszámot, hiszen 4 csoportot szeretnének, legalábbis ez az információt kaptuk az MLS-ből, akkor esetleg van kis esélyünk az NB3-val, de most jelen pillanatban úgy gondolom, hogy a megye egyre készülünk. Nyírgyulajban a bajnokság felfüggesztésekor abban maradtak a közös edzések, egyénileg igyekeztek karbantartani magukat a játékosok. A tervek szerint az elmúlt héten állt volna ismét edzésbe a csapat, az MLS döntése azonban okafogyottá tette a folytatást. Így egyelőre a következő idén kezdési időpontjának függvénye, hogy mikor indul majd el ismét a közös munka. Híradónk végén lássuk a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Újabb autópálya szakasz épülhet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az M3-as stráda jelenleg Vásárosnamény előtt véget ér és becsatlakozik a 41-es számú főútba. A hiányzó 23 kilométeres szakasz egészen a határig vezetné a fővárostól az autópályát, ezzel pedig a határon túli magyarság helyzetét, valamint az összetartozást is erősíteni lehetne. Mintegy harmadára csökkent a termelés az elmúlt hónapokban az Eisman nyíregyházi gyár egységében. A cég reményei szerint fokozatosan visszaáll majd a megrendelések száma és ezzel együtt a bevétel mértéke. A saját állományhoz tartozó dolgozókat mind megtartották, a külsős munkaerő számát viszont jelentősen mérsékelték. Az új autók értékesítése a korábbiak 20-30%-ára esett vissza. A koronavírus miatti korlátozások feloldását már lehet érezni a piacon, azonban a rendeződésre még legalább évvégéig várni kell. A tavalyi eladások 60-70%-át érheti el az új autók forgalma idén. Eddig tartott a Kölcsei Televízió híradója május 13-án szerdán. Friss hírekkel holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk legközelebb. Addig se felejtsenek el ellátogatni weboldalunkra, ahol minden elhangzott tudósításunkat, hírünket megtekinthetik. Most arra köszönjük figyelmüket, további szép estét kívánunk, viszontlátásra! Éjjel eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd átmenetileg felszakadozik, csökken a felhőzet. Az északkeleti, majd éjszaka a délnyugatira forduló szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7-16 fok között alakul.
Csütörtökön változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, majd késő délutántól megnövekszik a felhőzet. Napközben helyenként alakulhatni zápor eső, estétől azonban egyre több felé várható eső, zápor, néhol zivatar. A nyugati majd délután az észak-keletire forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19-27 fok között alakul, délen lesz melegebb. Pénteken még felettünk lesz a hullámzó frontál zóna, emiatt északon hűvösebb, délen melegebb idő valószínű. A hét végére csökken a csapadékhajlam, de a napsütés nem lesz zavartalan. Szombatra délen is visszaesik átmenetileg pár fokkal a hőmérséklet, majd ismét erősödni fog a nappali felmelegedés, az éjszakák pedig fagymentesnek ígérkeznek.